Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt ma újra a csatornámon. Ma egy hétvégi vloggal vagyok itt, és mutatok mindent, ami történik ezen a hétvégén. Igazából a hétvégém az eléggé félig munka, félig chill lesz, úgyhogy izgalmas, és elég hosszú heten vagyok keresztül, úgyhogy itt az idő, hogy egy kicsit nyugi legyen. Szóval szombat reggel van, és most már 9 óra 41 van. 5 perc múlva el kell indulnom, felveszem a Larát, és elmegyünk egy Taylor, ilyen varróhoz, varrodába, ilyen szabóhoz, akik átvariálják a ruhát, hogyha nem jó rád. Szóval van egy szoknya, amibe a cipzár elromlott, úgyhogy azt el kell vinnem. A Larának meg van vagy 8-9 ruhája, amit vagy be kell vetetni, vagy ki kell vetetni, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy gondoltuk, hogy elmegyünk együtt, és utána pedig onnan megyünk tovább boxolni. Volt egy komment, amit kaptam múlt héten, ami nagyon inspirált arról, hogy több videót csináljak. Van rengeteg tervem, van egy nagyon jó téma, amiről akarok beszélni. Ezen kívül fogok csinálni egy tavaszi halt, most jön a hétvégi vlog, úgyhogy sok program és videó és mindenféle fog készülni. Arra szeretnék koncentrálni ezen a nyáron, most már ugye május közepén, hogy minél több videót töltsek fel, minél jobban rá koncentráljak a YouTube-omra, hiszen nagyon boldoggá tesz, és tudjátok, hogy nekem nem ez a munkám, tehát ez tényleg egy olyan dolog, amit én hobbi szinten csinálok, és igazából nagyon szeretném, hogyha több időt tudnék rá szentelni. Most már itt csinálom 6 éve, viszont soha nem gondoltam a YouTube-ra úgy, hogy az a fő dolog az életemben, amit csinálnék, és sajnos nem az, de bár az lenne, és hogyha arra tudom nyomni az életemet, hogy előbb-utóbb az legyen, great. Hogyha nem úgy alakul, marad egy hobbi. Szóval meglátjuk, hogy merre visz ez az év majd, vagy ez a nyár engem, de ahogy említettem, minden többet szeretnék popsztalni, mert nagyon szeretnék több időt tölteni itt YouTube-on veletek. Szóval, köszönöm, hogy itt vagytok ezen a hétvégén, és kezdjük el együtt ezt a szombatot. Hi! I'm trying to put my book. Thank you. Is it on? Yes, it's on. Can you say hi? We're going to the tailor finally. The tailor. I don't know what it is in Hungarian. I think either varone or sabo, but I'm not sure. Hayat in Arabic. Hayat. Yeah, you say it right. Thank you. Girl, it's so hot. Because I have the seat heater on. I turned it on for you. Because I know you're always cold. Your butt is always cold. We're in almost June. Szóval leadtuk a ruhákat, és most pedig itt vagyunk a Grove-ba, eljöttünk, mert Lara akar magának egy napszemüveget. Right? You want sunglasses? Yeah. She needs sunglasses. I love the weather. So beautiful. I just want to be in her video. Exactly. It's good. Probably like 7, 6, no? I like these. How about these? Love. Like these on the bottom, those are cute. I don't know how the sides are. I don't know. You should try like those. These don't look expensive to me. I like this one. Okay, but you wanted like the short ones, no? They're so nice. These are sorry. We have a Celine trunk show that ends today, but really? At 7 p.m. But these are nice. Styles this is nice. Let me see. Is it cute? You're not gonna like it, though. But look. Let me see. I like it. I wanna show you. You think it's a good one? Yeah. Okay. Let me see from this side. Yeah, it's nice because it's not loud, you know? I need something classic. Yeah, this is my favorite. And I love that it's like textured, you know? It's really nice. I really love this one. This is really beautiful. Yeah, I'm obsessed with this. This is really nice. I love this one. So far, this is my favorite. If you can get this one, if you don't mind that it's a little bit more expensive. Yeah. You know? Wait, this is my favorite too. But you can't lose it. Come here. Throw it in the video. It's very nice. We also have a bigger mirror on this side. Yeah. Love it. Let me see. Yeah, this is it. This is so nice. I think I come back with Diamond after, but I think he's gonna love it. Yeah. So which one did you pick? Thank you to my stylist. The Celine one. That's me.
megvan a Larának a szemüvege. Most pedig sétálunk vissza a kocsihoz, és megyünk boxolni. I'm not even in the mood to box anymore. No. I just wanna walk around and shop. Like, can we do a little bit more shopping? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Just finished the workout. Petra did amazing. You did amazing too. I was so tired, girl. I was tired too. And you know what's the problem? You had better energy. I just hate the jumping part, to be honest. Yeah, when we have like to jump and do kicks. And look what happened. Exactly, exactly. So I don't like that part too, but she's a... You're gonna see it. You're gonna see it in the vlog. I'm a fighter. She's a fighter, I'm not. I'm a softie. Yeah, yeah. In the war, you would be the one who comes up with a strategy in the back. No, I'm gonna be the one hiding. You're I'm gonna crying. Be the nurse or the nurse. No, I cannot see blood. You can't? No. Really? I cannot see blood, I cannot fight. I'm okay with blood. I can just look cute. For you the would, soldiers. You will be the princess who gonna get protected by yeah. it. Yeah. Well, the sun is gone. The sun is gone. The fuck? We were supposed to go to the pool after the workout, but I think that's not gonna happen. Maybe later. If the maybe sun later. Comes out. But maybe we dance tonight. Maybe. Yeah. Maybe not. Nem tudom. Elmondani, hogy mennyire éhes vagyok, úgyhogy most gyorsan fogunk csinálni egy nagyon gyors ebédet. Nem ettem ma még semmit, és most már mindjárt egy óra van, úgyhogy amit fogunk enni, az shawarma chicken, és ez előre már be van pácolva, annyit kell csinálni, hogy berakom az airfryerbe. Úgyhogy ezt most gyorsan megcsináljuk, és közben összedobok mellé egy guacamolét, és ez lesz az ebédem. Nagyon egyszerű igazából, tényleg annyit csinálok vele, hogy belerakom az airfryerbe, és egy ilyen 20 perc alatt megvan, és tök jó, mert így a külső ez ilyen jó ropogós, a belseje pedig szaftos és puha. Are you gonna make guac? Yeah, I'm gonna make it. I can cut it, so you're not gonna cry from the okay. onion. That sounds really good. Yeah, you wanna say hi to the vlog? I'll be right there. I have a question. Yes. What are we making? We're making chicken shawarma and I'm gonna Can you make... say it in Hungarian? How do you say chicken? We're gonna make chirke shawarma. Uh-huh. And I'll make Hungarian guacamole. No. It's the lover's guacamole. It's the Hungarian lover's guacamole. Yeah. No, it's the Persian lover's guacamole. Ooh, that looks good. I'm so hungry. We did amazing today. It was kickboxing and I also learned this combination. Mm-hmm. So it's basically, it's like boom, 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 and then kick. Wow. Hold on. Wow, wow. Hold on. Hold on. Did you lose your balance every time you No, did? I just didn't want to like hit my leg in this, you know? And then you kick wow. with your thing. Wow. And then you see like how much I kicked, it's like all... Like, my skin is coming off. It's almost bruised, yeah. Yeah. Uh-huh. You land here, uh-huh. and then you hit with your elbow. Look at my elbow. Oh, baby. Don't abuse yourself in this class. I don't abuse, it's fun. Bent fun, a csirke. A csirke. A csirke, it's the chicken. A csirke. A. It's the. I said a. Uh-huh. A csirke. So, ben van a csirke, úgyhogy most bedobjuk, és 20 perc múlva kész is van. Úgyhogy csinálj meg a guacot. Yeah. Yeah? Okay.
Kész van az első adag, és most beraktam még egyet, és utána kész is vagyunk. Közben itt van a guacamole, aminek a felét már megettük. Meg egy kis krumpli saláta, chips, ez darált hús, ami még tegnapról megmaradt. Képzeljétek el, hogy most már este mennyi az idő? 8:45 van, és az volt, hogy délután nem csináltam nagyon semmit, csak pihentem, filmeztünk egyet, és volt egy házmutatásom, illetve egy lakásmutatásom ebben az épületben, ahol én is lakom. Csak egy kiadásra való lakást kellett megmutatnom valakinek, és utána pedig megcsináltam az egész hajrutinomat. Ezt a hajrutint, ezt nagyjából minden második vagy harmadik hajmosásnál szoktam csinálni, inkább harmadik, mert valljuk be, azért nincsen annyi időm rá, most már nincs rajtam semmi smink, tehát teljesen le van, mindent lemostam, úgyhogy megcsináltam a skincare-emet, minden. Szóval, gondolom, hogy megmutatom nektek, hogy miket használok. A sampon, amit használok, ezt képzeljétek el, hogy ez már a harmadik tubus, amit elhasználtam, mert vagyis most már alig van benne, hiszen nagyon-nagyon bejött. Tehát, hogy használtam a Kerastase-nak is a samponját, de valamiért ez, nem tudom, jobban működik a hajammal. Utána kiszálltam, törölközővel csak így, hogy mondjam ezt így, kicsavartam a hajamat, csak hogy ilyen damp, legyen, nem tudom, hogy mi az, hogy damp, csak nedves, és ráraktam, ez egy újfajta hajmaszk, ez amúgy, azt hiszem, hogy brazil, made in Taiwan, Taiwan, actually, Taiwan. Okay, szóval ez egy taiwani maszk, hajmaszk, és ez nagyon érdekes, mert én nem használtam még soha ilyen maszkot, szóval ez egy ilyen nagyon sűrű krém hajmaszk, szóval megmosod a hajadat a samponnal, kiszállsz, és nedvesre csavarod a hajadat törölközővel, ezt felrakod a hajadra, de nem a tövére, hanem mondjuk így eddig, idáig, tehát a tövét nem akarod, hogy megérje, mert akkor nagyon nehéz lesz a hajad tőle, és nagyon fényes lesz, és ezt nem akarod, úgyhogy igazából a nagyjából amit én szoktam csinálni, az innentől csinálom lefele, és ami van mondjuk rövidebb haj itt a tetején, ezt mondjuk így idáig szoktam felrakni rá. És amikor felrakod, utána hajszárítóval rá kell szárítani, vagy hogyha fel tudod melegíteni, van ilyen törölköző melegítőd, akkor ha abba becsavarod, az is jó, de én hajszárítóval szoktam csinálni, szóval hajszárítóval megszárítod, vagy felmelegíted ezt a maszkot a hajadon 5 percen keresztül, és utána visszaugrasz a zuhanyzóba, lemosod csak simán vízzel, felrakod akármilyen balzsamot, amit használsz éppen, és ennyi lenne. És a balzsamot is nyilvánvalóan kimosod, és akkor ennyi. És képzeljétek el, hogy annyira nagyon puha lesz tőle a haja, most nem tudom, hogy ez így visszaadja-e, de nem tudom, hogy bár meg tudnátok fogni a hajamat, de annyira nagyon fényes és puha. Amikor kiszállok, utána az egész hajamat befújom ezzel. Ez egy ilyen leave-in conditioner, és ez amúgy anti-frizz, és a színet is színt is megvédi, meg a, hogy mondják ezt, a mindenféle hő ellen is protektál, megvéd. Kifésülöm a hajamat, és ma meg beszárítottam, azért ilyen egyenes. Hogyha nem szárítom be a hajamat, csak hagyom, hogy megszáradjon magától, akkor hullámos lesz a hajam, viszont ma beszárítottam. És ezt a beszárításhoz pedig ezt használtam, ezt már beszéltem erről nektek. Ezt nem kell minden egyes alkalommal használni, amikor beszárítod a hajadat, hanem ilyen 3-4 alkalommal. Szóval befújod, és ez hőre aktiválódik, szóval mindig azt a tincset, amit éppen be akarsz szárítani, azt befújod, és akkor szárítod. És amikor kész voltam ezzel, akkor pedig ráraktam a Kerastase-nak ezt a elixir olajat, olaj? Ja, ez olaj. Most beszárított, vagy megszárítottam ilyen simán egyenesre, és holnap fogok bele egy kevés hullámot rakni, úgy döntöttem. Holnap van egy-két dolog, amit el akarok intézni, el akarok menni a part, de majd erről holnap beszélek, úgyhogy holnap reggel szépen majd sztájlolom a hajamat, és azt meg fogom nektek mutatni, mert nagyon sokszor kérdeztétek tőlem, hogy hogyan csinálom ezeket a laza hullámokat a hajamba, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogom nektek mutatni holnap. Most pedig elköszönök tőletek, mert most már csak tévézni fogok, nem történik most már semmi, úgyhogy sajnálom, hogy ez a nap egy kicsit ilyen eseménytelen volt, de jövök holnap vissza egy csomó-csomó. Sziasztok! Most már vasárnap reggel van, és ahogy ígértem, megmutatom nektek a haj formázási rutinomat. Szóval, hogy említettem, tegnap megmostam, és csak simán kiszárítottam egyenesre a hajam, nem fér bele a hajam a kamerába. Azért, mivel tegnap nem volt semmi, ahova mentünk volna este, ezért nem akartam sztájlolni azonnal. Igazából különböző style
hogy mondják ezt, hajformákat szoktam csinálni. Van, amikor csak simán egyenes, amikor így néz ki, és akkor ez csak így ennyi, max itt a frufru részt egy kicsit így eligazítom így oldalra, és akkor ez ennyi. A másik az, amikor hagyom csak, hogy simán megszáradjon a hajam úgy, ahogy van, akkor lesz az a mermaid formája, és akkor itt a tetejét szoktam néha igazítani ezzel a mermaid dologgal, ezzel itt. Viszont amikor ezeket a laza hullámokat csinálom bele, azt a Dysonnal szoktam. Na most a Dysonnál is vannak különböző opciók, mert annál is meg tudom csinálni olyanra, hogy nagyon ilyen hullámos legyen, hogy tényleg minden egyes tincset, tehát ilyen vékony tincseket hullámosítok be, és akkor az egész egy ilyen nagy hullámos lesz. Vagy tudom csak azt csinálni, hogy egy kicsit itt-ott az alját, csak hogy legyen egy kis formája. Na ma ezt fogjuk csinálni, mert igazából tetszik nekem ez az egyenes haj, de mivel megértem nektek, hogy megmutatom, hogy hogyan használom a Dysont, ezért csinálok bele egy kevés hullámos, csak így az arcom körül, egy kicsit itt az alját, hogy csak egy kicsit így összetettebb, összerakottabb legyen a kinézetem. Szóval kezdjük el. Én nekem ez a rózsaszín Dysonom van, és havonta egyszer meg szoktam tisztítani az összes kis hozzávalót. Rengeteg különböző fej tartozik hozzá, és tisztítás. Tehát ez ugyanúgy van, mint például a sminkelésnél, amikor a sminkelési ecseteidet kitisztított. Ezt ugyanezt meg kell csinálni a Dysonnal is, hiszen rengeteg különböző fej van hozzá, és most pont eljött az az idő, hogy meg kell tisztítanom. Például van ez a fej, ez olyan, mint egy ilyen hajvasaló igazából, és ugye ezzel mész át a hajadon is kiegyenesíti. Na most ezzel is nyilván, ha ránézel, tisztának látszik, tehát hogy nem nagyon van benne haj, én nem arra mindig odafigyelek, hogy ne maradjon benne haj, de látható, hogy azért itt a tövénél, például ha száraz sampon van a hajadon, vagy akármi, az így rátapad, szóval ezt le kell tisztítani, különben a koszt viszed vissza a hajadra folyamatosan. Úgyhogy pont a mai nap az, amikor az egészet meg kell tisztítanom majd, viszont azokat a részleteket, amiket fogok használni most ehhez a hajformázáshoz, azok nem ilyen fajták, úgyhogy az még kibírja a mai napot. Amikor még én vettem a Dysont, mikor volt az? Több mint 2 éve már, akkor még olyan fajta hajhullámosító volt hozzá, mint ezek. Tehát, hogy ez a vékony, ez pedig a vastagabb fajta. És úgy van, hogyha az egyik irányba akarod hullámosítani, akkor ezt használod, hogyha a másik irányba, akkor ezt használod. Tehát, hogy folyamatosan váltogatni kellett a fejeket hozzá. Az új Dyson az már olyan, hogy tudod kattintani jobbra-balra, hogy melyik irányba akarod hullámosítani. Na most én nem vettem meg az új Dysont, hanem megvettem hozzá a fejeket. Szóval ez az, amit én nagyon szeretek, mert ez vastagabb. Ez ugyanolyan vastagságú, mint ez, de sokkal hosszabb. És a hosszabb az jobb nekem, hiszen a hajam hosszú, ezért erre ez nagyon nehezen fért rá az egész haj, ugye teljesen. Viszont erre sokkal könnyebben ugye rá tudom hullámosítani. Szóval ez ugyan, hogyha elkattintod, akkor ebbe az irányba hullámosítja a hajat, hogyha erre, akkor a másik irányba hullámosítja a hajat, és hogy látható, ez nem koszos, tehát ez mégis kibírja a mai haj hullámosítást. Na most azért vettem ezt a nagyot, mert ez sokkal praktikusabb számomra, viszont a frufrumat nem szeretem ezzel csinálni, hogy akkor visszamegyek a régihez, és a vékonyabbakat használom a frufrumra, hogy ezt frufrunak lehet nevezni, curtain bangs. Már igazából eléggé megnőtt, hogyha láthatjátok, úgyhogy nem tervezem levágatni ezt a részt még egyszer, hanem aki akarom növeszteni egészen le. Úgyhogy kezdjük el, ezt fogom használni elsősorban. Sectionenként csinálom, úgyhogy először mindig alulról kezdem, és ahogy említettem, ez nem lesz egy ilyen nagyon-nagyon részletes hullámosítás, inkább ez a körbe megyek, és egy-két helyen megcsinálom. Szóval ez az alsó rétege. Megpróbálom úgy mutatni, hogy beleférjen a kamerába. Nagyon sokan azt mondják, hogy milyen nehéz a Dysont használni. Nekem nincsen már problémám. Én nekem mindig tök jól működik, úgyhogy... Oké, másik irány. Szóval, csak simán megfogom az alját, bekapcsolom, és ez magától rámegy. Szóval nem egy nehéz dolog. És ennyi.
én nem is akarok ennél többet. Hogyha azt akarnám, hogy nagyon hullámos legyen, akkor ezt rajta tartanám mondjuk egy ilyen 10 másodpercig, és akkor is szépen az egész behullámosodna a tetejéig. Megmutatok nektek egy tincset, hogyha szeretnétek, csak hogy megmutassam, hogy mekkora a különbség, hogyha tényleg egy ilyen rajta tartom. Látjátok, akkor az egész behullámosodik. De én nem ezt akarom ma, hanem csak az, hogy az alja legyen egy kicsit csak hullámosabb, úgyhogy ma ez lesz. Átkatítok a másik irányba. És ennyi. Hogyha most ezt fogom csinálni a maradék részen, szeretem amúgy kattintgatni, még hogyha a másik oldalon, tehát most jelenleg látjátok, hogy ezt a másik irányba csinálom. Tehát, hogy szeretem azt, hogy például ez ebbe az irányba ment, ez ebbe az irányba, és attól lesz sokkal-sokkal természetesebb az egésznek a hatása. Látjátok, hogy itt vannak ezek a kis rövidebb szálak itt elől. Na ezt például a másikkal fogom, ezzel. Szóval csak simán rárakjuk, és nem volt ötlen sem. Ezért rakjuk rá két kézzel. És amúgy ezeket a kis szálakat is, hogy egyet-egyet az arcom körül, szeretem ezzel használni, mert ad egy jobb keretet az arcomnak. És most, hogy a nagyja készen van, most áttérünk ezekre a kicsi szálakra a hajam tetején, és ahhoz pedig használjuk ezeket a kicsiket. Ezzel az oldallal igazából annyit fogok csinálni, hogy itt a tetejét egy kicsit megfésülöm, és akkor látom, hogy hol vannak ezek a szálak, amiket ugye el kell kapnom. Nem fogom az összeset, hanem így egyet-egyet. Nyilvánvalóan ez nem fog ennyire nagyon kiállni, tehát hogy most is, amit látok, ez sokkal jobban ki fogja magát engedni majd. Most egyelőre nem fogok ehhez hozzányúlni, ez nagyon hülyén néz ki, de ez trust the process. Okay, most, hogy már úgy nézek ki, mint egy bárány, most azt fogjuk csinálni, ha csak lehajtom a fejemre, és földobom, és egy kicsit így az egészet megrázom, hogy sokkal természetesebb legyen, és látjátok, hogy ahogy ezt megcsinálom, az egész kicsit kilógja magát, és sokkal természetesebben néz ki, és így a kezemmel, meg így az ujjaimmal szoktam így átmenni rajta, csak hogy sokkal lazábbak legyenek. És látjátok, hogy most már nem az a nagyon hullámos, nem az a nagyon egyenes, hanem az a kettő közti állapot van, és így néz ki a végeredmény, úgyhogy annyit szoktam csinálni, hogy beszoktam fújni egy kicsit. Ez a kedvenc hajlapom, ez a Kevin Murphy-től a Bedroom Hair, mert ettől nem lesz ragasztott a hajam, hanem csak simán tartja, és ezen kívül annyira jó illata van. Hogyha ezt lehet kapni Magyarországon, nem tudom, hogy lehet-e, vagy Ausztriában, vagy akárhol, ahol éppen jártok, kérlek, csak szagoljátok meg az illatát. Annyira nagyon addiktív, hogy egyszerűen nem tudom nem használni. És amúgy maga a hajlak az nem is annyira nagyon tartós, tehát hogy még nem is mondanám, hogy a tartósága miatt szeretem, hanem
az illata miatt. És kész is van. Ez lenne a haj rutinom. Igazából a cél az az, hogy ne legyen tökéletes, ne legyen az, hogy nem most annyira nagyon be van állítva a hajad, de mégis legyen egy ilyen szép hullámos volume hatása, remélem, hogy van értelme, amit mondok, úgyhogy ez lenne a haj rutinom, bemutatom hátulról is. Így néz ki hátulról is, tehát hogy nagyon laza, egyszerű és nem ilyen beállított. Jó, ez lenne. És most pedig fel fogok öltözni, nem tudom, lehet, hogy ebbe maradok, ebbe a cicanadrágba, meg ebbe a pólóba, mert ez nagyon kényelmes, úgyhogy lehet, hogy ez marad. És elindulunk bevásárolni, el akarok menni a Farmers Marketre, Trader Joe's, Pavilions, ezen kívül el akarok menni Red Light Therapy-ra, ezen kívül be kell ugnom a Larához, mert rendeltünk együtt egy ilyen, illetve ő rendelt egy nagy adag ruhát, és úgy volt, hogy ezt hiszem kellett, még nem tudom mennyit rendelni, hogy ingyen kiszállítsák, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor én rendelek, és akkor együtt tudunk rendelni, úgyhogy azt is fel kell vennem tőle, úgyhogy induljunk el, kezdjük el ezt a napot! Egy. Oké, hazaértünk, megmutatok mindent, amit vettünk. Kezdjük itt oldalról, szóval ez mind a piacról van, vettünk tojást, vettünk egy ilyen croissant, ezt amúgy a barátom. Amúgy, amit láthattatok, a szendvics az is az övény, csak egyet harapás beleharaptam, mert kíváncsi voltam, hogy milyen, de ő oda van a croissantokért, főleg ezért az a mandulás croissantért, úgyhogy egy ilyet vett, ez később jó lesz mondjuk kávéval. Vettünk ilyen Earl of Tomatoes, ez pedig, amit láthattatok, ez egy ilyen datoja árus volt, és ez ilyen csokiba mártott, olyan datoja, ami meg van töltve kesüvajjal, dióval, és étcsokiba mártva, és van egy kis szízat a tetején, úgyhogy ez így néz ki. Wow, az nagyon jól néz ki, ezt be kell raknom a hűtőbe még mielőtt teljesen elolvad. Aztán beugrottunk a Pavilionsba, meg a Trader Joe'sba, ott vettünk a barátom, csomó mindent most már a barátom miatt veszünk, szóval ne haragudjatok. Szóval Magnum, ez a kedvenc Magnumia, vettünk takókat, hiszen fogunk csinálni kedden egy ilyen takotűzdét, egy-két barátunk átjön. Ezt ugye a kedvencem, az étcsokiba mártott málna, kettő krémesítő, ez az én kávémhoz, macsához, minden ilyesmihez használom. Joghurt, ez az enyém, ez a kesű alapú vanília joghurt, ez pedig a barátomé, ez görög joghurt. Darált húsok a takóhoz, meg fogok csinálni kubide. Avokádó, lazac, mandula, még több darált hús, ez zöldhagyma, jalapeño, cilantro, ami ugye koriander, és vettem egy csokor ilyen zöld virágot is, mert az ott már kezd elhervadni sajnos, úgyhogy le kell cserélnem egy újabb virágra, úgyhogy azért vettem ezt a zöldet. Oké, szóval ez minden, most gyorsan mindent elpakolok, aztán jövök vissza, mert fogok csinálni valami nagyon érdekeset. Szóval, ahogy ígértem, fogok csinálni egy olyan dolgot, amit még sose csináltam. TikTokon láttam egy Csajnál, aki csinálta, és nagyon-nagyon megtetszett az ötlet. Szóval ez mangó, a mangót fel fogom vágni, ki fogom keverni egy kis cashew joghurt, ez vaníliás cashew joghurt. Azért van itt kettő, mert ennek csak kevés van az aljában, úgyhogy ezt elhasználom, és valamennyit hozzáadok ebből. És összekeverjük, kirakjuk sütőpapírra, és bedobjuk a mély hűtőbe. Megfagy, és utána pedig felolvasztunk fehér csokit. Ez direkt ilyen olvasztásra való fehér csoki. Rakunk bele egy kevés macsát a fehér csokiba, azzal abba belemártjuk,
És a tetejére akarok, ez csak és kizárólag díszítésre, ez rózsa por, és a tetejére akkor egy kicsit, hogy legyen rajta egy kis rózsaszín, és megy vissza a mélyhűtőbe, és olyan lesz, mint a málna, amit én veszek, ugye a boltba, viszont ebbe lesz ugye joghurt is, úgyhogy nézzük meg, hogy ez hogy fog sikerülni. Nagyon sokszor van az, hogy kísérletezel különböző receptekkel, és nem jön össze, úgyhogy reméljük, hogy ez össze fog jönni, úgyhogy mutatok mindent, amit csinálok. Bent vannak a mangó joghurt dolog a mélyhűtőbe, és én közben átöltöztem. Felvettem ezt a hosszú felsőt, egy miniszoknyát, láthatjátok ezt a miniszoknyát már. Ez Zarás, a felső az honnan van? H&M. Igen, H&M. És szandál, ez egy új szandi, amit nemrég vettem nyára, de majd jön egy ilyen tavaszi hal, amiben majd mindenképpen meg fogom mutatni. Szóval ez az outfit, és most pedig elmegyek megmutatni egy házat itt Beverly Hillsbe. Visszatérek magammal oda is, hogyha tudok ott kamerázni, akkor mutatom a házat. Ez egy eladó ház, és nekem van egy vevőm, aki meg szeretné nézni, úgyhogy neki fogom megmutatni, és utána pedig szerintem hazajövök, és befejezem azt a mangos dolgot, mert meg kell, hogy mondják ezt, meg kell még olvasztanom hozzá a csokit, amire hazérek, addigra már pont olyan állapotban lesz szerintem, hogy eléggé megfagyott arra, hogy be tudjam fejezni, és utána pedig megyünk vacsorázni, és ma megyünk Perra étterembe, úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta. Induljunk el! Végeztünk a házmutatással, hát nem volt egy sikeres, nem tetszett a ház nekik egyáltalán, nem volt meg az a, egy jobban elegánsabb házat keresnek, úgyhogy ez nem volt nyerő egyáltalán. És most pedig haza kell mennünk, mert közben van egy másik client, aki viszont be akar adni egy ajánlatot egy házra, amit ma megnézett, úgyhogy azt gyorsan otthon el kell intéznem. Most már nagyon éhes vagyok amúgy, mert egész nap csak egy kevés a barátomnak a szendvicsébe lettem kettő falatot, meg ilyenek. Úgyhogy hazamegyünk, gyorsan föl kell hívnom, meg kell kérdezni, hogy pontosan mennyire kell beadni, mik a feltételek, blablabla, bla, bla, az gyorsan megírom és elküldöm, és utána pedig megyünk vacsorázni, hogy ígértem, úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas, nagyon várom már, mert tényleg nagyon éhes vagyok most már, és hogyha van időm, akkor még vacsora előtt megcsinálom a mangós dolgot is, hogy akkor belemártam a fehér csokiba, és akkor az is készen lesz. Oké, megírtam az ajánlatot, és el is küldtem, úgyhogy ez be van adva, hála az égnek, és most pedig meg fogjuk csinálni együtt a maradékot ennek a mangós dolognak, úgyhogy a következő az az, hogy ezt megolvasztjuk, és ezt forró ilyen víznek a tetére rakok egy tányért, és úgy fogom megolvasztani, és akkor abba beleforgatjuk majd a mangós dolgot. So this is gonna, you know, start boil. And you put this on top. So this gets hot and then it melts. Oh, if really? You put it in the microwave, it's just not gonna work. So how do you move the dish out when it's really hot? What do you mean? How do you move this? I use a towel. Just this. Oh, it's not gonna... You gotta be very careful. Yeah. I don't want you to burn yourself. I won't, babe.
és megy majd bele a matcha por egy kevés, úgyhogy remélhetőleg ez hamar meg fog olvadni, mert most már nagyon mennék enni. These flowers look so cute. Szóval az történt, amint láthattátok, hogy elkezdtem csinálni, és nagyon gyorsan megkötött a csoki, és ideges lettem tőle, mert már nagyon éhes vagyok, és amikor nagyon éhes vagyok, akkor ilyen hangry leszek, és egyszerűen elegem lett. Úgyhogy elkezdtem megcsinálni a második adag csokit, mert egyértelmű volt, hogy nem lesz elég. Az odaégett, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ezt most szépen félre rakjuk, és holnap, amikor már nem vagyok éhes, ki vagyok pihenve, akkor megcsináljuk ezt a csoki bevonatot hozzá, és annak ellenére, hogy holnap nem vlogolok, bele fogom rakni ide a videóba azt, hogy hogyan készült el. Most úton vagyunk, most már majdnem itt vagyunk az étteremnél, ahogy mondtam, egy perzsa étterembe megyünk, úgyhogy nagyon izgatott vagyok. Hirtelen éhes vagyok, úgyhogy remélhetőleg, hogy hamar fogunk kapni asztalt. Oké, itt vagyunk újra, és ez a fehér csoki, amit én is vettem, és ez direkt melting, ami azt jelenti, hogy direkt arra van, hogy elolvasszuk, úgyhogy próbáljuk meg újra, ugorjunk neki újra ennek az olvasztásnak, és próbáljuk meg megcsinálni ezt a mangos dolgot végre. Oké, most azt próbáljuk, hogy ugyanazt a tálat, vagyis ezt a főző dolgot használom, csak egy nagyobb tányérral, úgyhogy remélhetőleg ez így könnyebb ezt keverni, meg ilyenek, úgyhogy nézzük meg, hogy hogy alakul. Hát nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt is sikerült megcsinálni, mert nagyon aggódtam, hogy nem lesz jó, de úgy látszik, hogy tényleg csak a csokival volt probléma, hiszen ugyanazt csináltam, amit pár nappal ezelőtt, de egy olyan fajta csokival, ami direkt olvasztásra van, és ekkora a különbség. Szóval, ahogy említettem, ezt a rózsa port, vagy hogy mondjam, ezt rózsa, nem tudom, hogy ennek milyen neve, ez igazából rózsa és kordamon. Kordamon, ez nem tudom, milyen kordamon. Magyarul, de annak a mixhez, és ugye ezt így ráraktam, mert itt tök szépen mutat, hogy egy kicsit van egy ilyen kis díszítés rajta. Nyilvánvalóan most így ezen a tálcán úgy, ahogy van, nem. De ez most megy vissza a méhütőbe, hogy jól megfagyjon és megkössön, és ennyi lenne, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon, mindenképpen meg fogom mutatni, hogy milyen, amikor így félbevágom, és mit tudom, hogy milyen az íze, azért azt is megosztom veletek, ha már így az egészet mutattam. Annyi, hogy ez volt az, ami egyedül sikerült megcsinálnom, de most ezt a tetejét bevontam, hogy ugyanolyan színű legyen, mint a többi, és én nagyon vékony réteget raktam rá, mert nem akarom azt, hogy nagyon vastag legyen azért a csoki, meg mit tudom én, és ugye rá akartam rakni ezt a színt is a tetejére, úgyhogy azért ezt újra visszaraktam, és ráraktam egy vékony réteget, ez pedig csak egy kicsit volt rajta, azt hiszem itt a közepén, úgyhogy ezt is szépen be tudtam vonni, úgyhogy igazából nem lett olyan nagyon rossz. Rakjuk vissza a méhítőbe, és mutatom majd a végeredményt. Kész van a
mangós dolog, úgyhogy most föl fogjuk vágni és megnézzük, hogy milyen. Yeah, well, it's like ice cream. Yeah. Szóval, így néz ki belülről. Úgyhogy kóstoljuk meg, hogy milyen. Is it really hard? Okay, yours. Let's yeah. I was gonna say I put rose powder on top. Mm, really good. It's very hard. Mm. Mm. Was it ripe? Yes. Mm. But it's like frozen now because I put it in the freezer. Yeah. Mm. Oh my god. It's good. It's not too sweet for it's sure. It's like sweet and sour. I know. But it's good. You wanna finish up my vlog? This is the end of it. You wanna say bye? Sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!